Üdvözlöm a kedves nézőket! A mai videóban arra a kérdésre fogunk választ kapni, ki mennyire tartja fontosnak a nőnap ünneplését, illetve milyen szokásokat követ ez alkalomban. Gyertek, tartsatok velünk! Hát annyira azért nem, mivel ugye nem vagyunk hozzászokva ehhez, de amúgy jól esik természetesen minden nőnek, ha kicsit jobban gondolnak rá. Szoktuk ünnepelni a családban, igen, és fontosnak tartom, hogy ünnepeljük a nőket. Meg szoktam lepni őket virággal, csokival, ajándékokkal, írok nekik egy zenét, nem tudom, ilyen dolgok. Hát mindenféleképpen szerintem ez egy fontos alkalom. Nyilván van ez a klisés mondás, hogy nem csak egy napon kell ünnepelni őket, az év egészében, nyilván ezen mentalitással élek én is. De ez egy olyan nap, amikor nyilván ki tudjuk egy kicsit emelni őket, meg tudjuk lepni akár családtagjainkat, barátunkat, kismacskánkat, tök mindegy. De szerintem fontos az, hogy ezt méltósággal megünnepeljük. Igen, fontosnak tartom megünnepelni, és azt is fontosnak tartom, hogy támogassuk a kisipart, úgyhogy rendszeresen a virágüzletek látogatója vagyok ilyenkor, mint ahogy szokás szerint mindenki, javarészt én is virággal szoktam felköszönteni a családtagokat, meg a hozzátartozókat, és mivel színházban dolgozom, ezért rendszeresen testületileg is szoktunk egy kis műsorral készülni a női munkatársaknak, és az általában jól esik nekik, úgyhogy szívesen csináljuk. Nyilván nem kell túlzásba vinni, de akár egy szár rózsával, virággal, kis csokival, már ki lehet fejezni a tiszteletünket. Szerintem ez leginkább a tiszteltadásról szól, a férfiak tiszteltadásáról a nőkre nézve. Természetesen nálunk is a családban nem egy hölgy van, akit minden évben fölköszöntünk. Maximum féltesómtól szoktunk kapni virágot, meg ugye most már itt van a kis féltesóm is, kicsivel több mint másfél éves, és akkor majd ők is fognak jönni hozzánk. Minden nap érdemes kedveskedni nekik, de hát nyilván jó az, hogyha van egy kiemelt nap, amikor meg lehet őket ünnepelni. Nyilván szerintem minden családnál az úgy, hogy ez magától adódik. Tehát így külön nincs ilyen protokoll, vagy ilyen ünnepség, de imád édesanyjának szoktam vinni adott virágot, csokit, tehát így kultúráltan az én is ünneplem. Minden percben oda kell figyelni a nőkre. Ezt gondolom. Nekünk férfiaknak mégiscsak a nők a legfontosabbak az életünkben. Úgyhogy ne arra buzdítom férfi társaimat, lepjék meg valamivel női szeretteiket. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!